új iparágak születnek, teljesen új képzési struktúrákat kell végig gondolni. Nem véletlenül. A helyi műszaki szakemberképzés szempontjából fontos új szaktantermet avattak, és nyílt napot is tartottak a Salgótarjáni Stromfeld Aurel szakgimnáziumban. Az Európai Szakmák Hete és a Modern Gyárak Éjszakájához időzítve a Salgótarjáni Szakképzési Centrum átadta az MKO termet, amelyben a gépi forgácsolás és a CNC megmunkálás új lehetőségeit tanulhatják meg a diákok. Egy ország és egy térség versenyképességét is befolyásoló tényező az, hogy képes-e a képzésben, a szakképzésben, a gyakorlati képzésben olyan feltételeket biztosítani, mint például egy ilyen jellegű teremnek a megnyitása, egy gépteremnek a megnyitása, amelyeken keresztül a gyakorlati tudást, azt a fajta kompetenciát lehet megteremteni, amiben a hallgatók kipróbálhatják ténylegesen azt a fajta szakmai ismereteket, amelyeket megszereznek az iskolapadban. Itt kézzelfoghatóan a gépek mellett képesek egy-egy ötletnek a megvalósítását, ahogy itt elhangzott, gyártás és gyártmánynak a kialakítását is végigvinni. Ennek a jelentősége azt gondolom, hogy több szempontból is érdekes. Érdekes egyrészt egy iskola szempontjából, hisz képes ezen keresztül hallgatókat vonzani, képes ilyen értelemben egy térség szempontjából egy nagyon fontos üzenetet küldeni az ipar számára, hogy itt ténylegesen megjelenik az a fajta tudás, amit alkalmazni tud. A tanulók gyorsan birtokba vették és kipróbálták a gépeket, amelyek nagyban segítik a szakmai fejlődésüket. Ezek a gépek 1980-as tervezésű gépek, de a kor szellemének megfelelően kaptak egy új szoftvert, és olyan szoftverrel rendelkeznek most, szinte mint a mobiltelefon, hogy könnyű használni, nagyon könnyű elsajátítani a kezelését, méretüknél fogva barátságosak. Tehát vannak olyan kis gépeink, amit hát kisebb túlzással ölbevéve arrébb tudunk vinni, és mégis szinte ugyanazokat tudja, mint egy nagy gép. Természetesen nem olyan gyártmányokat tudunk rajta gyártani, tudnak rajta gyártani, mint az ipar elvárja, hanem a hozzátartozó lépéseket, mozgásokat, ezeket mind be tudják gyakorolni. A szaktanterem átadása mellett az ebben a tanévben 70 éves iskola nyílt napján az érdeklődő általános iskolások és szüleik megismerkedhettek az intézmény képzési kínálatával, és betekintést kaphattak a diák életbe. Három ágazatban kínálunk szakmákat, első ugye a rendszerüzemeltető, ami informatika terület természetesen, és megmutatjuk nekik azt a 13 szaktanterem, ami a legmodernebb eszközökkel van felszerelve, Cisco-s akadémia lévén külön a hálózati képzéssel is megismerkedhetnek, és próbáltuk nagyon interaktívvá tenni ezt a területet is, úgy gondolom, hogy elérte célját. A gépészképzéssel, gépésztechnikus képzéssel az új technikumi rendszerben szintén egy olyan kurrens szakmát kínálunk, amit az iparban óriási igény van rá, illetve biztos állást és jövedelmet ígér, illetve az építészet területén is kínálunk magas építőszakon technikumi képzést, amire úgy szintén óriási az igény. Ehhez kapcsolódnak az itteni nyílt napi programjaink is, hiszen itt a tanulók kipróbálhatják a hegesztés szimulátoron, forgácsolásba is belekóstolhatnak, tapasztalt tanulói megmutatják nekik, illetve már ők is végezhetnek egyszerű kézi és gépi megmunkáló feladatokat. A jelenlegi stromfeldes tanulókon kívül a nyílt napon a GT-t megkedvelő és tanulmányaikat majd itt folytató fiatalok is hamarosan már az osztrák oktatóberendezésekkel felszerelt szaktantermet használhatják.